Képzeld el, a múlt héten, akivel beszéltem, azt mondta, hogy hát ez a granulálmás kávé, ez az ő ismerőseinek úgyse kell, mert hogy drága, ha meg sok minden ok miatt nem kell. És úgy kíváncsi voltam, hogy tényleg az én ismerőseim közül, akik akkor voltak, amikor ezt az üzletet elkezdtük, hány embernek kellett ez, és hány embernek kell ma is. És nem resteltem, és végignéztem a teljes munkatársi listát, és kiszedtem azokat, akik akkor már az ismerőseim voltak, 2,75% jött ki. Tehát a teljes hálózatunk 2,75%-a, és megnéztem, hogy az utóbbi 12 hónapban ez az X ember mennyi forgalmat csinált, valami 3600, nem tudom mennyi pont jött ki egy év alatt. Azt tényleg nem sok. Tehát, hogy ha én őrájuk alapítottam volna az üzletemet, ha csak az van a fejedben, hogy igen, tehát ha a közvetlen ismerőseim, igen, mennyit fognak ebből vásárolni, akkor azt akkor tényleg nem lett volna értelme belekezdeni. Ez semmit nem hozott volna. De én hiszem azt, hogy nagyba kell gondolkodni. Egyszerűen nem szabad kicsiben gondolkodni. Ez nehéz onnan, ahonnan elindul az ember. Mert arra gondol nyilván, hogy nekem személyesen kell mindenki megszólítanom, igen, és neki megmutatnom, és majd kapom a nemeket, hogy kösz, de ez engem nem érdekel. És azt nehéz végig gondolni, hogy majd az ismerősei is fogják tovább, igen, ajánlani, és nekik is lesznek ismerősei, akiket én már rég nem ismerek. Meg esetleg, hogyha bizonyos marketing tevékenységet fejtek ki, akkor olyan emberek találhatnak meg, akik se nekem nem ismerőseim, se az ismerőseimnek nem ismerősei, és mégis, és nekik kell, tehát, hogy... Igen. Ez az egyik legjobb érzés szerintem, amikor egyszerűen csak úgymond bekopogtad az ajtódon egy olyan ember, kell nekem ez, adjál. Igen, akit sose láttál, és hogy tudnék én ehhez hozzájutni. És azért az nem egyszer-kétszer fordul elő. Nem, és figyelj, itt szerintem az az alap, hogy tudod azt, hogy te egy értéket adsz ezzel a kávéval. És az érték, az annak van piaca, nem? Az értéktelenségnek nincs piaca. Vagy ha van is, csak egy darabig, de az érték, az érték. Az hosszú távon is, igen, eladja magát. Nem kell győzködni róla. Pont ez a nagy előny, hogy afelől kell az embereket győzködni, ami hát nem teljesen stimmel. És akkor kellenek az érvek, igen, a rábeszélés. Ez meg inkább, amiről tudod, hogy olyan van a hátad mögött, amiben maximálisan bízol, mert nagyon sokszor bizonyított már, azt inkább csak egyszer kell megismertetni, egyszer kell odáig eljutni, hogy kipróbálja valaki, és utána már a saját tapasztalataira hagyatkozhat. És ezt meg kell tanulni elfogadni, hogy nem kell mindenkinek. Attól függetlenül, hogy ez egy érték, mert nagyon sok olyan érték van, ami másnak például értékes, de nekem nem. És ugyanúgy lehet olyan is nyilván, ami nekem értékes, de más nem adna érte egy lyukas garast sem. Ezt el kell tudni fogadni. Hogyne, persze. De értékrendje mindenkinek más. Persze. Mondjuk az szerencse, hogy azért az egészség, mint érték, egyre magasabbra értékelődik. Azért, aki az egészség iparban, és ez olyan csúnya szó, de ezen a területen inkább úgy mondom, próbál meg boldogulni, mindenképpen nagy érdeklődésre számíthat.